egy újabb érdekes tájra bukkantunk, ami azért érdekes, mert itt nyomokban mindenütt vaddisznószart találunk. És ha itt szétnézzünk körbe, ő nem vaddisznó, itt viszont nagyon sokan lehettek. Itt legalább 15-20 vaddisznó tanyázhatott, aminek a hangját hallottuk az imént, és követtük őket. De mint mondtam, ilyenkor a vaddisznó veszélytelen, elmenekül. Reméljük ezután is úgy lesz, és ha folytatjuk az utunkat, akkor nem találkozunk velük. De itt akármerre nézünk, ilyen vaddisznó csapásokat és ilyen ürülékeket látunk mindenfelé. Itt is sűrű. És ez nagy tisztás, mind arról uralkodik, vagy árulkodik, hogy itt vaddisznók tanyáztak egy pár perccel ezelőtt, az ő hangjukat hallottuk, úgyhogy elindulunk a következő csapáson.